Sziasztok, Poci vagyok, és szeretném bemutatni nektek a következő videómat az Armored Warfare világából. A megtekintés ez mindenkinek jó szórakozást kívánok. A mai videómban a legújabb járművet szeretném megmutatni és egyben megköszönni. Ez ugye az M1134 ATG-n, ez a Striker család rakétás páncélvadász változata. Ezt az egyik kedves YouTube-os nézőmtől kaptam. A nevét megkért, hogy nároljam, mert nem is tudnám, ugyanis egy e-mailben keresett meg, és az e-mail címe alapján nem sikerült kitalálni se a YouTube-os felhasználói nevét, se a játékon belüli in-game nevét. És először nagyon meglepett a dolog, de nagyon megtisztelőnek éreztem a szándékát, és elfogadtam. Először ugyan volt egy kis lelkiismeret furdalásom, de ő megmutatott, hogy ilyesmiről szó sincs. Úgy gondoltam, hogy elfogadom ezt megtisztelő ajánlatot. Hát cserébe próbáltam legalább egy pár jó csatát menni, sikerült is többet is. Most a legutolsót szeretném megmutatni, de inkább azért, mert rendkívül jól szórakoztam. Az ellenfél BMD 4-es azt mondta, hogy rakétás noob vagyok. Hát mivel a jármű csak rakétákkal rendelkezik fegyverzetként, így bármi mással nehéz lőni, de őt ez nem zavarta, milyen rakétás noob lettem. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég jó név, ezt megtartom. És aki nem tudná, itt ennek is kamerajelmélet a Ripley-eket előhívni. Itt is Under Rocket No. És akkor lejátszás. Itt két barátommal voltam szakaszban, az egyik a legutolsó MBTN-es Ripley-ből ismerős németi, honnan jössz Pityu, a másik pedig King Sorból jössz Antis. És ez egy tisztán tírhetes csata az új pályán, itt a német verzióban Tagebo nevet kapott, az angolban Highball. Most a járművel igazából egyes kerekes térdékre jellemző végjátékban lerohanós játékot nem nagyon tudjuk játszani, ugyanis két darab rakétát tölt be, nekem a töltési idő most ilyen 9,95 körül van. Viszont körül 3 másodpercig állni kell, mert indítani lehet a rakétákat. És amíg célra vezetjük, addig is leginkább állva tudjuk megtenni. Így körülbelül 3-5 másodperc telik el az első megállás és a találat között. Ezt azért nehéz, főleg egy gépágyúval felfegyverzett jármű ellen véghez vinni. Páncélozottnak nem mondanám, bár gépágyúk ellen sokszor egész sok mindent kiáll. Volt rajta egy-két érdekes lepattanó is. Most ebben a meccsben, én csak a meccs végén az összesítést vettem, és az üresre lőttem a Strikert, de mind a 30 rakétámat előn az a meccsen. A jármű valós voltának megfelelően, ez a keresni pozíciót, onnan sajnos kempelni fogunk. Nem szép, de ez van az a jármű, ez erre készült. Ugye látjuk, hogy a csapat az nagy része erre az oldalra helyezkedik a kert felé. Elég sok MBT és minden egyéb jármű szálljon erre, lent csupán 4 darab MBT-nk ment, ahol már meg is jelent az ellenfélkő és egy pár MBT. Én egyelőre itt a kivárásra játszom, mert ugye a centrászat nem látja, látja a rakétaindító felépítmény, az forgatható az irányzékával együtt és magasságban is lehet el irányozni. És akkor tanás ára megyünk Challenger 1 mellett. Így meg lehet csinálni, hogy fedezék mögül más fixen beépített rakétás járművekkel ellentétben, mint a Ramka, ahol egy picit is előre vagyunk, magunk előtt vagyunk a földbe. Itt akár át is lehet lőni kisebb fedezék fölött, hogyha legalább a irányzó eszközünk kiáll, és utána levezetni a rakétát a célra. Itt először ezt a kis csendes bozótost kiválasztom, ott egy Centaurus 120, én az első rakéta. Ez nem nyert. Annyi baj legyen. A rakéták gyorsan repülnek, igen, az egyetlen járvány 300 méter per szekundban repül, mindig másik 200-zal. És látja, elég komoly sebzések közben, hogy töltöttem, ezt most hallottuk, hogy újra töltött. És látja, hogy nagyon durva sebzéseket kap maga a csapattársak, 15-14. Egy Szent Szászokat elveszették, ezzel nagyon megtépték Pityu barátomat a BMD 4-ben. Én ott sajnos beleszaladt a Centauro 100-osok fókusztüzébe. Ez a meccs az nem jött neki össze, de majd mutatok másik replayt holnap. A ketten együtt tírhelyben több mint 12 ezer sebzést lőttünk, és nem volt elég össze.
győzelemre segítsük a csapatot. Előrébb jövök bízva viszonylag jó átszámon, álló évben egész jó átszámon jár mindnek. És érdekes módon, ahol AFC-re jellemző célkérő speciális képes, jön ott egy Challenger 1 Golf, hogy ONS játékos, jó játékos, 5.99, második nem talál, őt itt kiemelt célnak tekintettem, hiszen három fél szakaszban van jelen az OM, velük mindig jó vigyázni. Ráadásul ADS elő az OM toborzó tisztje, fórumról ismerem, a valóságban is megpróbálom áthúzni a BMD 4-re rakétát, amiben előtt is talál is 5-50. És akkor érdemes figyelni a csetet. Ő a valóságban és a Bundeswehrnél volt harcprizó parancsnok, Rakit Nové, ez az új neve, mától tetszik. És egy nagyon jó játékos, szimpatikus fiatalember, de sajnos most a rossz oldalon van, megjelent egy T-80, betöltöttünk közben, 585, 577. Tehát ez gyűlik a sebzés. Ismét látjuk ADS-et Challenger 1-ben is egy másik T-80-at. Közben be is töltöttünk. 574 ADS-ének. Nem is T-80-at találtuk el. Rossz, hogy nem látszik, hogy kit irányzik. Második rakétesen is nem talált. És még mindig nem spotoltak fel. Van ér időközben eltűnt innen lentről a HP spot jelző panel. A replay funkcióval nő vannak még balók, szóval az elején még láttuk. De én megkérdeztem tőle, hogy rám gondolt, azt mondta, hogy én. Tényleg? Amíg töltök van időn csetem, srácó. Elég szórakoztató, mikor az ellenfélgyűlőséget beszél. Szeretem hallgatni időként, mikor sírnak emberek fölöslegesen. És ő megállapítja, hogy valóban. Ugye jelenleg nincs célja van időm érni. Rázsuk, hogy nem. Olyan szomorú. De hát, nem ért az iróniát a srác. Egyébként egy BMW 4-jel kempel, amelyet nem tud gyorsan, jó látótával, és három különböző fegyverszere tud használni. És még megjelent AD-sel, és a második rakétával fogjuk meg 579-el. Jóra töltöttünk. Már egyébként vártam az alkalmat, hogy meglássam a BMD 4-et, vicces, mint találtam, hogy a kilőn. Kíváncsi a hallgató, hogy mit szól hozzá. Lent menekül a másik olyan is játékos a vízelben. Őt sajnos nem is éve lehet találnom. Igazából víz egy gyors célra megoldható rakétával is, ezek a viszonylag gyors rakétek. Látja, hogy a BMD hátulról kívül a gépágyújával. És megjelenik a háttérben ismét Challenger 1-ben AD-sel. Úgy ott a Centaurusot próbálja elfogni, amit meg akarja őket kerülni. Én közben bármi kimozduljon, most rálátom. 4-6-on is kifunkcionál, kicsit kapok. 5-84 és már csak 117 HP-ja van. Le is húzódik fel az égbe. De megjelenik egy T-80. Kapit. Jogosat szóltam, hogy hova fog visszahúlódni, mert akkor elindultam a rakétát még látó után, nem, de kilőttük így. Jó volt, mert jelöl az irányzék, lehet, hogy a Stingray 2. Látjuk, hogy lefelé is kéne lőni a rakétát, kapott 556-ot, ha most áll és vissza tudod a kilőzést, kapott tőle egy elég keresett. De beúzott a szép van ödmét, nem ugye spot. És Stingray 2-nek utána jól. Úgy gondoltam, hogy úgyis vissza kellett húzódni, mert már nem ennyi, mert 60 elég kiegyenlített a csapat. És miért itt van ADS-e? És kilőtt. Ilyen 100% HP-ja volt még. Innen már regülés volt bárkinek. Előrébb húzódik. Szentóról 120-unk is. Bármi történt, BMW ott bolykál, Centauro 120, szintén egy UMS játékos elment lentre, de úgy mondom, hogy a vízel is ott fog megjelenni. Én ott vannak lent. És Centauron törnek egy 580-nak, T-80-nak egy 581-et. Centaurót akarna a T-80 bejött közben a képbe. Így is jó.
Látom, alulról próbálnak minket megkerülni. Ki azt mondja, hogy járműszerűen mozgékeny, ezért van látótáv és valamennyi, mint átszálljuk, bár nem is közben esik, és állni került felderítő körre. Ez amilyen rácápolok a rakétnél névre, nem csak kempele. De próbáljunk valamit spotolni, fog egy full heart és challenger, nem port, nekünk úgy gyorsan elhúzódni, kéne tudna ránk lőni. És sajnos meg is látom. Ez azért közel volt. És akkor egy bújtál, nem szeretném, mert Zen 120 megcsapna. Vízzel között, amit az erőt átrohanna. Bár volt mert összeadatlan vízzel, hogyha nem elég gyors, és viszonylag egyenes vonalban simán kérdezik két rakétával, full HP-ról is. De gyanítni az OMS játékos ettől azért jobb. De a Challenger elkezd minket üldözni, azért így, hogy ne lássorban itt hagyjuk, és próbálj kihúzni a csapat elé. Aztán ott van még szakosztársam a Type 92-ben, és a Centauro 120 is, ugye meg is jelent a Challenger, mert itt még látnak. Lehetőleg gyorsan mentjük az írhántat. Nagyon sok hátunk a csapat, de húzódunk ide. Rám egy spot, a fogott a Centauro-t egy 120-at. Itt valóban már rálőni, 4 hatvány. És kilőtték. Tehát már csak ezért is megérte arra elnézni. Itt T-80. Ők sajnos kilőtik, mire odajött rakétán. Mindig csak két kilnél vagyunk. És visszajött a panel. Lentre. Látni, mi van az 194 hávint. Ezt nem is vihetem. Nézetet váltott magától a replay-en, azért látottam volna, és most, hogy visszatettem magamra látni. De lent meg az OMS szakasz maradék két tagja, viszont a kevés hátény. És közben megy a Leopard 2-2. És várom, hogy a kettő esetleg hátra rárohannának a srácok, visszafordulnának, eljön a Challenger egy mellett, és irány a kettő, és vagy a BMW mégis barátom is előjön. Itt talán még hallok egy-két ügyszöveget, amit nagyon szeretném elkapni. Várjuk ott a cent 120, ilyetlen majd jöjjön, de kilövik. Itt a íze. Nem sikerül eltalálni a lefelelésre. Viszont visszadó és látnak, hogy a BMP 4-ig ő korátor az időbe öldöz. Nem sikerül eltalálni, meg velük, hogy levenje a spot, újra töltök, közben. Még mindig van 1100 HP, ha itt vagy nem lehet. De vízelnek a viszonylag sok pont. Mert ha valaki megyek és felszpotol, akkor a BMW-n is tűzöl, ha lesz, féltől jövök már a BMW-n töltött. Bár van egy átész, egy rakétával nem tud minket megvicceni. Hopp, megjönt a BMW 4. Na nézzük, a rakét móba. Próbál elmenekülni. Kilövi Leopard 2-t, és látni visszafog, én azért előre elindítottam a rakétát, és csak rá kellett húzni, akkor kérdezett több, mint töltünk. Jandus rászaladt a vízre. 579. 139. Hát, itt a mese vége. Megkaptuk. A BMW egy csirke szakad, hogy a csikenség visszajött, hogy The Rocket No. Azért gratulálok neki. Megpróbálták, főleg az UNS rácok nagyon szépen játszottak. És akkor nézzük az eredményeket. És akkor az eredményekhez. Ugye látjuk, hogy van 8792 sebzésünk, ez úgy gondolom, hogy vállalható érték tier 7-ben. 4 kill, 4 támogatással, nézzük kiket lőttünk meg. Ugye látjuk, hogy akit fő célnak tekintettem AD-set az OM-ből, ő 2843 sebzést kapott az ISZ-tal együtt, az egész jó. Tehát gyakorlatilag majd az összes HP-ját miattunk vesztette. T-80 kapott 999-et, kilőttük. BMD 4-es barátunk Dániából 824-et is kilőttük. Másik Challenger egy 1021-et assist-tal. Stingray 2 644-et is kilőttük. Másik T-80 1162-t assist-tal. A másik OMS játékos a vízzel 718-t is kilőttük. És a T-80, a harmadik T-80, akivel találkoztunk 581-et assist-tal. Akkor nézzük, hogyan helyezkedtünk el a csapatban. Ugye kellemesen mi lettünk az elsők, második a szakasztársunk, ugye a BMD lényben szegény pigyót a Cent 120-ak szétszették, neki nem volt esélye, és ugye látjuk, hogy 3803 XP, szerintem ez egy egész szép érték, és ugye ha túloldat nézzük, akkor rájuk, hogy nem hiába vigyáztunk az UMS-ökkel, hiszen a Cent 120-ak neki is lőtt azért 6206-ot, ami nagyon jó.
és a vízzel együtt lett az első 10 pottal és 2732-re, tehát jól játszottak. És annak ellenére a szegény ADS-nek megkeserítettük az életét, és rommá lőttük, ő is lőtt még 3047-et. Le a kalappal előttük, nagyon szépen játszottak. De szerencsére Andrissal ketten azért tudtuk ellensúlyozni őket. A csapatunk egy jó rész azért lövöldöző, de látjuk, hogy vannak nulla sebzések, 173, 430 ér, 280, egy cent 120-szal, nem tudom az, hogy lehet annyit lőni, mert mondjuk a gyenge pontra lő is többet kéne, hogy adjon, lehet, hogy repesszel lövöldözött, mert van két kiés, vagy két nagyon kis HP-s kill, de neki ez most így sikerült, nem baj, hál' Istennek megnyertük. És akkor nézzük a farmunkat, én látom, hogy nettó 331 ezer prémium volt, tehát ahhoz képest tírhetes a harckocs, azért olyan rettentő jól nem keres. Ez egy picit meglepő. És itt látjuk fönn, hogy 30 lövést adtunk le, 22 talált 8, nem? Most ez a 30, ez a teljes lőszer mennyiség. Tehát a meccs helyében észre se vettem, hogy az utolsó két rakétával lőttem ki a vízet. Ha nem talál, akkor Andris megoldotta volna, mert én onnantól akkor befejeztem volna a meccset. Hát srácok, nagyon szépen köszönöm a megtekintést, és a következő videóig. Sziasztok!